Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket, hallgatóinkat. Egy érdekes kérdést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy mit is jelent pontosan az, hogy adjunk hálát mindenért mindenkor. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszak történései igencsak aktuálissá teszik ezt a témakört, és fontos visszahelyezni a bibliai egyensúlyt, a bibliai hangsúlyt ezekre a gondolatokra. Az Efézusi levélben, ahol ez a szöveg található, fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez a levél nem csak a címzetjének szól, hanem minden keresztény ember számára, minden ember számára általánosan érvényű etikai anyagot, dogmatikai jellegű tanítást tartalmaz. Pál apostol egy másik levélben, a Timóteusnak írt második levelében felhívja a figyelmet arra, hogy az emberek bizony hálátlanokká fognak válni. Mit is jelent hálát adni? Érzületben, gondolatban, szavakban, tettekben kifejeződő választ. Ha megnézzük az eredeti nyelvben a görög és a héber szavakat, nincs olyan szó, ami önmagában csak a hálát jelenteni. Mind a kettő nyelv kifejezése magában hordozza azt is, ami a hálát kiváltó cselekmény. Véleményem szerint a hálaadás folyamata segít abban, hogy az ember megértse a helyét a világban. E páli levél is, hogy adjunk hálát mindenért, egy aktív cselekvésre hívja az olvasót, az Istenhez forduló embert. Az ember kapcsolatra teremtettségében értelmezhető, ahogyan a lét dimenzióit képes észlelni és kapcsolódni hozzá. Az ember kapcsolatban van Istennel, mint az élet forrásával. Ha ez egy kiegyensúlyozott, egészséges kötődés, akkor van arra mód, hogy megfelelően lássa önmagát. Elmentén válik alkalmassá teremtettségében, hogy kapcsolódjon a másik emberhez és a teremtett világhoz. És a rendszer, a négyes rendszer képes megadni az ember számára az odatartozás élményét, ami elemi vágya viszont minden embernek. Ez a rendszer adja meg a viszontszeretettség, a biztonság érzését. A kapcsolataink dimenziói azonban összefüggenek egymással, sőt párhuzamba állíthatóak. Ahogyan magammal vagyok kapcsolatban, úgy leszek kapcsolatban a másik emberrel, úgy leszek kapcsolatban Istennel. Isten jelenlétének a titkát csak hiányát tapasztalva érthetjük meg. Henry Nguyen szavai remekül összefoglalják Istennek jelenlétét a mi életünkben. De közvetve azt is kifejezik, hogy mennyire képes az ember megszokni bizonyos kapcsolódásokat, bizonyos dolgokat az életében. Annak a felismerése, annak a megélése, hogy Isten jelen van a mi életünkben, minőségi változást eredményez az ember szemléletmódjában. És így lesz a hit szeme a hála. És ennek többnek kell lennie, mint bizonyos tantételeknek az elfogadása. Hitbeli kötődésünk Istenhez azonban magában hordozza azt is, hogy nem csak jó dolgok történnek az ember életében. Történhetek negatívak, amelyeket nem feltétlenül látunk át, nem feltétlenül értünk. Kötődés lehet a hála is Istenhez, de kötődés lehet a harag is. Minden időben hálát adni nem azt jelenti, hogy az embernek magára kell öltenie egy ilyen hálás érzületet csak. Ez egy elfolytás lenne, ami további mélyebb problémákhoz vezet. Kiemelten fontos az érzelmekkel való helyes bánásmód, különben a keresztény ember számára is kialakul egyfajta lelki diszharmónia. És ebben a diszharmóniában a vallásgyakorlatunk is csak egy szent cselekmény sorozattá válik, üres kötelességgé. Pedig a hit és a vallás soha nem járhat külön úton. A szeretetben való kapcsolódás az, ami magában hordozza az erőt, hogy helyreálljon az ember kapcsolatrendszere. Vele, és akár saját magával is. E kötődés ad reményt és bizalmat az ember számára. Akvinói Tamás hitte, hogy minden teremtett dolog Isten jelenlétét sugározza az ember számára. Annak az eszköze Isten kezében, hogy megpróbálja elmondani, szeretve van az ember. Ennek észrevétele hálára és dicsőítésre készteti az embert. Ez egy nehéz, de tanulható folyamat. Alapja az őszinteség és az alázatosság. Nem az van megígérve az ember számára, hogy minden tökéletes és jó lesz, hanem az, hogy minden a javára van. Ki kell tudnom azt mondani, én nem tudom, hogy miért kéne hálásnak lennem, de szeretnék az lenni. Átadom magam neked, Istenem, úgy, ahogy vagyok. Elismerlek mindenhatóként. Ha a semmiből létrehoztad a világ mindenséget, akkor kérlek nekem is mutasd meg, hogy a körülményeket, ezeket a rossz dolgokat hogyan tudod az én javamra fordítani.
És a mindenkori hálaadásnak éppen itt van a lényege. Nem csak a kellemes dolgokért kell Istenhez fordulni. És az Isten nagy lelkűségén való engedelmes elmélkedés erősíti az emberben a hálaérzését is. És így válik valóságossá az, amit a Biblia így fogalmaz, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Az érett, erős identitású ember nem a nirván a tökéletes állapotába fog eljutni, hanem képes lesz megküzdeni az életben felmerülő súlyos problémákkal. A hálára nem Istennek van szüksége, hanem az embernek. Azért, mert nem az Isten függ az embertől, hanem az ember függ Istentől. A hálában nem én adok valamit Istennek, hanem én fogadok el valamit Istentől. És éppen ezért Pál apostol nem arra szólít fel, hogy mindenkor érezni kell a hálát, hanem adni. Ez egy cselekvés. Ez utóbbi más, mint egy érzelem. Ez cselekvés, egy kognitív folyamat, vannak biokémiai oldalai is, vannak élettani vonatkozásai. Nem jelenti, hogy a hálaadó életben minden kívánságunk teljesül, de azt igen, hogy minden jobbára válik a hívő embernek. Elveszi a félelem és az aggodalom árnyékát. A hálát így hát nem csak érezni kell, hanem tenni, akaratlagosan. Ezért szólít fel Pál a Filippi levélben, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az, hogy történnek velünk rossz dolgok, ezt is Isten elé vihetjük. És így megtanulhatunk majd ebben is hálásnak lenni. Ha ezt tesszük, ha ezt csináljuk. És ma az én kívánságom, kedves nézők, a kedves hallgatók felé, hogy minden követőnk tapasztalja meg azt a békességet, amelyet ezekben a helyzetekben is Isten képes nekünk adni. Köszönöm a figyelmet!